Ezt a ceruzát nagyon szeretik, két dolog miatt is. Legelőször is nem törik benne a bél, tehát ha a gyerek leejti, akkor az utolsó centiméterig ki lehet hegyezni. Ezt a fajta ceruzát ajánlják a pedagógusok a kisiskolásoknak, mert strapabíró, így egy egész tanévet kibír. Ilyen tanácsokkal látják el azokat a szülőket, akik az iskolakezdés előtt pár nappal szerzik be a tanszereket. Azok a családok, ahol első osztályos lesz a gyermek, az üzletekben a pulton lévő iskolakezdő kisokos magazin segít, milyen típusú füzet és ceruza kell. Találunk hagyományos, de mintás füzeteket is, hiszen az idei évben a kiskutya mintás az unikornisos, nagyobbaknál pedig a foci csapatok hírességei hódítanak. Az idei évkezdet előtt a pedagógusok kiosztottak egy listát, ez alapján kell beszerezni a szükséges holmikat, többek között a színes ceruzák fajtáit is feltüntették. Ezek csomagban vagy akár egyesével is megvásárolhatóak. Az árak az egy évvel korábbiakhoz képest nőttek, egy sima borítójú füzetcsomag 400 forint, de a mintás akár 800 forint is lehet. Átlagosan, hogy mennyit költenek, az attól függ, hogy melyik osztályba megy a gyerek. Ugye azt látjuk, hogy az első, harmadik és az ötödik, amikor kiemelkedőbb. Ha elsőbe vesz táskát, toltartót, az ugye felmehet akár 30 ezer forintig is, ha a jó minőségű táskát veszi. Hiszen táska van 4700 forinttól 20 ezer forintig. Ceruza is van 20-30 forinttól 100-200 forintig. Mondom, az évek múlásával, vagy az évek a tapasztalata az, hogy a márkásabb termékeket keresik most már a szülők. Ezt ha visszahajtod, szépen, így, és akkor itt van gyönyörű szép ergonómiai táska a hátulja. Az ergonómiai táskát kedvelik a legjobban az idei évben, hiszen könnyű és a kialakítása illeszkedik a gyermekek hátához. A táskák mellett a toltartó vásárlása hozhat nagyobb végösszeget, azok, amelyeken a mai mesék divatos szereplői vannak, jóval drágábban vásárolhatók meg. Szóval ugye, hogy ugye megyek iskolába, elsős leszek, és vettünk toltartókat, vettünk könyveket, füzeteket, és kellett venni tisztasági csomagokat, és várom már az iskolákat. A szülők az olcsó termékektől kezdve a csillagos égig terjedő áru eszközöket is meg tudják venni. Az üzletvezető azt is elmondta, hogy a családokban már szokássá vált, hogy az óvodai ballagásra a rokonok tanszereket, táskát vagy toltartót adnak ajándékba, így tudnak segíteni az iskola kezdésben.